mit kapunk a színháztól, mit kapnak a gyerekek, mit kap a néző, te mit akarsz adni? Valahogy a jelen idejűséget. Nekem azért fontos a színház, mert ott abban a percben, abban a pillanatban, akkor, ahogy megcsinálom, az, aznap este olyan lesz. Nekem ez ad. Adrenalint. Egyedi és a, ab, Abban a pillanatban történik. Amikor egy igazán nagy döntést meg kell hozni, akkor bele tudok betegedni ebbe. De fölmérem, minden oldalról megvizsgálom azt. Hiszen ez a tudatosságnak az egyik alap ö, gondolata szerintem, hogy minden döntésem előtt az összes lehetőséget megvizsgálom, és utána döntök. Hiszen utána, akkor a döntés után már nem érhet meglepetés. Tehát tudom, hogy mi a következménye annak, amit csináltam. Ruganyos marad az ember a lelke, a játékkedve, a kíváncsisága. Most egy spanyol szappanoperát csinálok jelenleg a száz, nem tudom, hanyadik résznél, Juanita, Carlos Evez, Estevez, meg nem, tehát egy ilyen, ilyen, hasonló dolgot csinálok, és elmegyek, mert másfajta hangot igényel, meg másfajta játékstílust, másfajta tehát másként kell csinálni, és ez jó, hogy nem kell mindig ugyanolyannak lenni. Én ezért szeretem a szakmámat, nincs kettő ugyanolyan. Változatos, és ettől izgalmas. Engem ez hoz lázba szabolcs szatmár podcast, a megye hangjai. Lehetsz bárhol a világban, de egy biztos, az, hogy honnan indulsz, minden utat meghatároz. Beszélgetések kultúráról, életpályáról, megyei identitásról és helyben boldogulásról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és az Együtt Európáért alapítvány műsora. Nyírkércs egy közel 700 lelkes falu szabolcs szatmár bereg megyében. Mai vendégem, színészi pályája onnan indult, és ahogyan fogalmaz, a mai napig oda megy haza. Még nincs 30 éves, de már számos filmben, sorozatban láthattuk. A Győri Nemzeti Színház színpadán pedig rendszeresen fellép. Szeretettel üdvözlöm mai vendégemet, Hajdu Tibor színművész. Szervusz! Szervusz, köszönöm a meghívást! Köszöntök mindenkit! Mielőtt arra kérnélek, hogy Nyírkércsről mesélj nekünk, beszéljünk egy kicsit Bakos Kis Gáborról, aki ugyebár unokatestvéred, másodunokatestvéred, testvéred, és nagyon sok interjúban elmondott, hogy hálás vagy neki, mert tulajdonképpen a színészi pályádon ő indított el. És hát nem csak elindított, hanem most nagyon szorosan együtt is működtök, hiszen ő a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Kíváncsi vagyok a kapcsolatotokra, bár itt a találkozónkor megegyezted, hogy alig tudod elérni, mert hogy nagyon elfoglalt. Mégis azért... Meg tudtátok-e tartani a szakmai kapcsolatot a rokoni mellett, vagy egy különleges hibrid viszonyatiétek? Hű, ez hát most sok kérdés lett, akkor kezdem az elejéről. Nagyon jó a kapcsolatunk a szakmai és a magánéleti szempontból is. Nekem ő egy nagyon fontos ember az életemben, mert fiatalon elvesztettem a szüleimet, és abban a pillanatban ő volt az egyik legjózanabb ember a családban, aki egy olyan utat próbált nekem mutatni, ami a színház. Amit én addig nem ismertem, édesanyámon keresztül a, a, az irodalom azért közel állt hozzám, tehát, hogy ezen a pályán nem gondolkodtam soha, de ő volt az, aki egy egyenes utat mutatott. Tehát ebből a szempontból neki köszönetem a szakmámat. És ma, amikor főnökötként lép fel, akkor hogyan kezeled ezeket a helyzeteket? Ugye azt nyilatkoztat, hogy ő hívott Györbe, és azért mentél, mert egy olyan embert keresett, akinek sokat bír a háta. Te ilyen típus vagy. De azért az a hát egy idő után elfáradhat. Most még bízom benne, még nem vagyok 30, hogy még ez a hát ez sokáig nem fog elfáradni. Természetesen a hát az nem fárad el, de a, a, az ember ahogy megy a korral előre. Most így nem tudom megfogalmazni magamnak, hogy talán egy picit a munkákat vissza akarom venni. Bírná a hátam, de már tehát más felé is szeretnék fókuszálni. Mi felé? A saját magánéletem felé például. Családalapítás? Tehát, ha nem is a családalapítás, de mondjuk az önmagam megismerése, az szerintem egy elég fontos pont egy ember életében. Nekem sokszor van olyan, hogy egy kívülről kamerázom magam, és akkor látom, hogy mire van szükségem, és ezeket mondjuk megvalósítani. Például akkor a utazás. És erre egy manapság sikeres színésznek nem nagyon van kapacitása, nem nagyon van ideje? Hú, hát a sikeres az egy olyan Én jelző, amit így nem nehéz. tudunk. Én nem tudom, hogy én sikeres vagyok ezt, majd az utókor eldönti. Sokat dolgozom, nem sok lehetőségem van arra, hogy utazzak. Tehát inkább az utazást, azt úgy ö, fogalmaznám jelen pillanatban az én életemben, az, hogy ö, autóba ülök, hogy egyik munkahelyemről mássak a másik munkahelyemre, vagy otthonról egy harmadik munkahelyemre. Hova vágynál? Igazából annyi hely van a világban. Nem tudok konkrétan egyet mondani, minél többet szeretnék látni, ebben az egyben biztos vagyok. Alapvetően nem volt lételem az utazás, tehát nem szerettem. Az elmúlt két évben változott ez talán. Lehet, hogy a hiány hozta meg az igényt? Lehet, hogy a hiány. Tehát az a bezártság engem egy picit uh -huh. falhoz csapott, megmondom őszintén. a feles energiáimmal nem nagyon tudtam, mit kezdeni. Mindenki elmondhatja ezt magáról, de akkor valamiben nem átfordult. Láttam veled egy interjút, amelyben meg is fogalmaztad, hogy a Covid után Hát azt hiszem enyhe kifejezés az, hogy üdítő volt látni az embereket, hogy a közönség soraiban végre ül valaki. Egyébként túl vagy a Covid-on? Túl vagy annak a hatásain? Hogy érzed? Szerintem nagyon sokan nem vagyunk túl a Covid-on. Erre most rátetéz ez a gazdasági történet, amit így élünk a nap, mint nap, ami sok-sok dolognak köszönhető. Ö, nem vagyunk túl rajta. Mentálisan semmiképpen. Ezt tapasztalom. Ö, az emberek frusztráltak nagyon elképesztően szóval, hogy, hogy, hogy valahogy kellene ezt nem csak tünetileg, hanem úgy alaposan kezelni. Tehát, hogy az egész világ, tehát itt nem Magyarországra gondolok konkrétan, hanem az egész világon azt érzem, hogy valami nagyon furcsa rezgés uralkodik, ami ez a 21. századnak az egyik legnagyobb veszélye, vagy a legjobban ezt fenyeget minket, ez az elmagányosodás ez az internet által hozott elmagányosodás, és szerintem ezt a Covid, meg ezek a... Tehát nincs ez a kiszámíthatóság. Történnek olyan dolgok a világban, hogy kapkodom a fejem. Tehát olyannyi impulzus ér, hogy az ember előbb-utóbb belezavarodik. Most ez a földrengés például, tehát a napokban újabb. Hol látod ezt a feszültséget kiütközni hétköznapi kommunikációban? A kommunikációban abszolút. Tehát, hogy a, a közbeszéd állapota szerintem nagyon a feneke alatt van a türelem, egymás iránti türelem, és én sajnos azt látom, hogy az egyén most sokkal előrébb van, mint a köz. Ha érthető, amit mondok, tehát, hogy a, az egyénnek a problémái egyénileg sokkal fontosabbak, mint az, hogy van egy csoport, akinek vannak olyan problémái, amik találkoznak, vannak olyanok, amik egyediek. Szóval, hogy, tehát, hogyha mindig-mindig minden aprólékos dolgon megállunk... Hát, nem Ez lehet. olyan érdekes, mert nem akarok veled moralizálni, vagy akár még azt is megtehetjük ebben a Tök podcastban, jó idő de van, próbáljuk. Süt a nap, meg. Így van. Csiripelnek a madarak, hogy, lehet itt moralizálni. Mert hogy egyre többet azt halljuk a világtól, hogy ismerjük meg önmagunkat, te is ezzel kezdted, tehát hogy van azért egy tudatosság, van azért egy, egy jó oldala ennek, de manapság azért az látható, hogy valahogy átestünk a ló másik oldalára, most már csak mi vagyunk fontosak picit ilyen cínikusnak tűnik majd, amit mondok, de nekem ez az ismerjük meg önmagunkat, és ezt saját magamról is mondom, uh -huh. tehát azért próbálom így előadni. Nekem ez kicsit olyan, ez az ismerjük meg önmagunkat, mikor elmegyünk új évkor fogadalomból konditerembe. Elmegyünk, egyszer elmegyünk, feszengünk a tükör előtt, és utána már másodjára is talán még elmegyünk, de már nem akkora a lelkesedés, mert izomláz van, és hogy ez folyamatosan kell csinálni. Tehát ez nem az van, hogy ismerjük meg önmagunkat, és akkor hétfőről kedre tudom, hogy ki Hajdu Tibor. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Nagyon küszködök vele én is, hogy, hogy olyan dolgokat szedjek ki magamból legmélyről, legmélyebbről, amikkel nem biztos, hogy szembe akarok nézni. Szóval nekem ez kicsit ilyen az emberek része. Mindenki azt sugalja, hogy önmagad, csak önmagad, de hát az, az nagyon hosszú idő. Tehát azok évek. És sok befektetett munka, és sok sok őszinteség, legfőképpen önmagunkkal szemben. De akkor azt jól érzem, hogy mondjuk olyan 25 éves lehettél a pandémia alatt, és akkor jött ez az igény, hogy fel kell dolgoznod a traumáidat, mélyebbre kell ásnod magadban. Mm, alapvetően ez az igény, ez mindig megvan bennem, de hát én is ember vagyok, és én is megfogadom havonta, hogy elmegyek konditerembe. El is kezdem a konditermet, aztán vannak dolgok, amik megakadályoznak abban, hogy kiformált testet, ebben a példában lelket csináljak magamnak. Szóval, hogy ez attól, hogy felismerjük a problémát, az én mesterem Zsóter Sándor mondta ezt mindig, és ez egyik legfontosabb mondat mai napig nekem, vagy hogy, hogy így magam megismeréséből, hogy felismerhetjük a problémát, de az, hogy megoldjuk, az, az még kemény. Kemény út meg hosszú idő. És hát egy trauma lehetett 15 évesen, hogy elveszítetted a szüleidet. Ön, annyira akarok ebbe a témába belemenni, amennyire te beengedsz. Ön, de én azt hiszem, hogy a te személyiségednek a része ez a trauma, tehát nem lehet róla nem beszélni. Hát az egész személyiségemnek a kialakulását ezt határozta meg. Te uh -huh. dolgoztad? Nem. nem. Fel lehet ez dolgozni? Biztos. Szerintem nem. nem azt nem, lehet rajta dolgozni. Dolgozni mindenképpen lehet rajta. Feldolgozni nem tudom, hogy fel lehet-e. Az, amit én csinálok, az az én módszerem. Nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy tüneti kezelés, de én hiszek abban, hogy ez hozzátesz az emberhez. Tehát az, amellett, sok negatív hatása volt ennek a traumának, szerintem sokkal-sokkal-sokkal több pozitív. Amit csinálsz, a terápiád, a szakmád? Arra gondolsz? Százszázalékosan. Igen. Van, hogy édesanyád eszedbe jut egy színdarabban? Ó, hát között. nekem minden az az, az origó. Azért, tehát az mert... anya, mint kép, az anya, mint fogalom, az anya, mint személy, nekem az az origó, tehát én onnan fogalmazok mindent. És akkor ehhez még érdemes tudni, hogy a színművészetire való felvételiden a szarvassá változott fiút szavaltad, ugye? Amely hát nagyon egy... felkészült vagy. Szintén egy, egy példája az anya és fia kapcsolatnak. Egy mondatban meg lehet fogalmazni nincs otthon a fiú, anya kiállt, gyere. Fiú, ordít vissza, nem megyek. De gyere, de nem megyek. Miért nem jössz? Azért, mert megölnélek. Pont. Tehát, hogy ennyi. Te, én már nem az vagyok, aki elmentem otthonról. És én sem az vagyok már, aki eljöttem otthonról 2012-ben. Tehát, hogy fejlődik, meg változik az ember. Ez, az, hogy ez a vers miért Akkorabban az időszakban lépett be igazán az életembe a Gábor, a BKG. Ugye Debrecenben volt akkoriban színész, és én a Vignyánszkinak láttam ezt az adaptációját. És hát emlékszem a törőcsikre, meg a trillre. Azért. Ennyi. És akkor valószínűleg édesanyját halála is őt, hát most már innentől kezdve nem valószínűleg, nem teljesen biztosan állítható, hogy édesanyját halála volt az egyik uh, oka annak, hogy te színész lettél. Szerintem az, az egyetlen nem tört, oka ez volt. Egyetlen... Szerintem az egyetlen, tehát kizárólagosságot élvez. Ez a ez sorsszerűség szerinted? Szerintem uh, igen. Ha van, nem tudom, hogy van-e olyan, hogy sorsszerűség. Szerintem most van egy, tehát pont egy olyan szakaszban vagyok az életemben, hogy uh, emocionális emberből most már bukkan előfelé a racionális. Tehát, hogy most vannak ilyen dolgok, és már ilyen kérdéseknél is, hogy, hogy már néha bekapcsol a külső kamera, hogy hop, hop hop hát nem tudjuk, hogy mi az, hogy. De mi történik veled, érsz, változol? Persze. Hasonlulsz Meg... a világhoz, vagy. vagy... Nem, a, pont nem. Tehát nem szeretnék a világhoz hasonlulni, köszönöm, én nem szeretnék, nem kérek belőle. Uh... Kizárhatod? Törekedni kell rá, szerintem. Nem lehet teljesen kizárni, de szerintem az ember törekedjen rá. Tényleg, ez ismétlem magam. Ennyi impulzust egy ember nem bír el. Pedig színészek vagyok, tehát hogy kéne, hogy bírjam, de hát ez nem lehet. Hát ez olyan, mint egy ilyen zakatoló gépezet a világ. Én nem akarok. Tehát nekem muszáj az, hogy. Szerintem mindenkinek muszáj az, hogy egy pici csönd. Mikor van csöndben? A színpadon például csöndben vagyok. Uh -huh. Ott az enyém a tér. Bocsánat, javítok, a miénk a tér, akik bent vagyunk együtt. Emberek, kollégák. Milyen a győri közösség, színész közösség? Valóban... Nem akarom azt a szót használni, hogy barát, mert az egymás kollégái nem biztos, hogy jó, hogyha baráti kört is képeznek, de hogy jó a viszonyotok, megbíztok egymásban, nem is lehet ezt a pályát másképp csinálni, ha nem alkot közösséget egy színpadi csoport, színházi csoport. Ezzel nem értek egyet, szerintem vannak igazán fantasztikus színpadi produkciókat előállító közösségek, akik nem feltétlenül uh -huh. kebel béli jó barátok. Ö, gyakorlatilag egy másfél éve élvezem a Győri létet. Ez alatt az idő alatt nekem pozitív és negatív dolgok, ugyanúgy, mint bármilyen beilleszkedésnél. Itt szerintem alakult ki barátság már most az elején, ami nyilván egy szakmai kapcsolatból indult, meg ugye az ember forog produkcióról, produkcióról, és akkor valakiben mindig bele kell kapaszkodni, vagy azért, mert nehéz az a próba folyamat, vagy azért, mert nagyon könnyű, és akkor visszük egymás lendületét. Mindig ilyen alkalmi. Tehát ilyen alkalmi összefonódások. Ez a színháznak az átka is. Hogy így tök jól el voltunk a nyári forgatáson a Sanyi, valaki fog majd jönni hozzá a nagy Sanyi, és akkor most meg már arról beszélgetünk, hogy ember, hát azóta nem tudtunk találkozni. De hát hogyan? Tehát ugye ez a szépsége is, hogy nagyon sok embert megismersz, és akivel szeretnék kialakítani szorosabb kapcsolatot, azokkal meg nem biztos, hogy lesz rá időt. Hát ráadásul nagyon nagy meló fenntartani ezeket a kapcsolatokat. Meg hát hogyan tartjuk fenn ezeket a kapcsolatokat? Online, nem akarok, online világ. De én nem akarok csicsegni, csecsegni, meg ilyen gifeket küldözgetni. Uh -huh. Én fölhívom, akire igazán kíváncsi vagyok, akire meg még kíváncsi vagyok, azt meg fölhívom, elmondom neki, hogy egy percet adta elmondom, hogy most fixáljunk le egy időpontot, és legyél ott te is, meg én is és akkor ott van két-három óra. Tehát, hogy szerintem a minőség, a kapcsolattartási minőség nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Hát, pu. Valami hasonlót nyilatkoztál a Most vagy Soha című filmről is, amelynek a forgatását ugye mostanában fejezted be, hogy összehozott titeket, színészeket, és hogy nem csak összehozott a szakmában, hanem ott is ment egyfajta diskurzus a világ jövőjéről, arról, hogy mi vár rátok mi vár ránk, ha lehet többes számban beszélek erről a témáról, mert hogy mindenkit érint. Um, azért mégiscsak ti vagytok az a korosztály, azt gondolom, akik változtathatnak a világon, nem? Van benned egy ilyen felelősség, tudod? Hát és legyünk is mi. Változik most már. Tehát erre mondom, hogy az emóció és a ráció, melyik bukkan elő éppen. Néha azt érzem, hogy kötelességem, néha meg kimegyek is, vagy elmegyek valahová, és azt érzem, hogy mm, inkább ne. Van nekem másfajta dolgom, amire időt szeretnék szánni, mint az, hogy én ilyen De kell. Hihetetlen. Leírhatatlan, hogy micsoda gyalázás megy itt folyamatosan. A és B oldal. Nem teszek kivételt. De most a politikáról beszélsz? Politikáról beszélek. Kulturpolitikáról beszélek. Hát tehát ez hihetetlen. Hát ilyet én nem gondolom, hogy a világ. Tehát ez, ez annyira. annyira szomorú, annyira. nem tudom. És én karintisan szólva magyar. Itt vagyunk, ilyen kevesen. És értem, hogy sértődések, meg értem, hogy vannak nézetek, de hát effektíve eljutottunk odáig, hogy, szó, tehát, hogy két oldalról ordítanak. Senki nem hall, tehát Nem hallják meg egymást. Bele se engedik egymást egymás gondolatába. Ezek az emberek. És egyik se jó a másiknál, egy szikrával se. Ez van. Ezt kaptuk örökül. Erre volt jó a forgatás, hogy nagyon sok felől jöttünk össze, de tényleg borzasztó sok felől. De, 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 együtt felvételiztem még annak idén a Bordás Rolanddal. Szintén uh, Szabolcs megyei. Tehát, hogy nem találkoztunk éveken keresztül, nem tudtunk elmenni megnézni egymás vizsgáit. Állandóan volt valami puskapor, mindig, ha valami történt, kaposvár vagy pest. Tehát mindig ez a kaposvár vagy pest. Na most akkor kiindítozták, te kihez? vélemények, vélemények, vélemények. Felsorakoztatva díjak, mit tudom én. Tehát, hogy én ezeket szerintem tényleg nem, nem, tudok mit mondani. Nyilván ez is meg ki lesz forgatva, hogy na, itt jön meginek, nem akar papolni, meg izéd, akkor béke, béke, béke. De Valahogy üljünk le, beszéljünk, hát kevesen vagyunk, tehát fogjuk már fel, hogy nagyon kevesen vagyunk ebben a szakmában, és egyre kevésbé érdekli az embereket. Amíg mi szétmarjuk egymást, akkor, akkor tehát tényleg akkor, mint színházművészet roló. Tehát a, a törekvésnek kellene meglenni, hogy ezt megmentsük, ami van, mert a világ ellenünk dolgozik a digitalizációval. Ez a színház ellen megy. Ha ezt nem ismerjük fel, hogy nekünk ez. Tehát, hogy mi a fontos az, hogy kineki az akarata érvényesül ami hát tudjuk, hogy ez mindig politika. Tehát folyamatosan politika, amióta világ a világ. Tehát ne csapjuk be magunkat. Tehát az túl naív dolog, hogy fel kell fognunk, hogy a digitalizáció ellenünk van. Ellenek kell menni. Tehát, és az csak úgy lehet, hogyha mindenki egy. Tehát akkor tűzzünk egy célt. Megint az, hogy nem az egyén, hanem akkor a köz. Mi a jó a közösségnek? Mi a jó a magyar színházi közösségnek? És mit érzel a korosztályodban? Értik? Ezt a vonalata, Mi már nem fogunk erre menni így, nagyon remélem. Szerintem csak az, hogy a kommunikáció megint hova fog kifajulni. Tehát, hogy milyenek lesznek majd a nyilatkozatok tíz év múlva. Tehát, hogy megyünk ezzel a fajta uh, folyamatosan ironizáló, folyamatosan szarkazmust használó, folyamatosan egymás csípkelődésére törekvő kommunikációs sémák alapján megyünk, vagy, vagy egyszerűen tényleg megnyugszunk, és akkor megpróbálunk valami dolgot megfogalmazni, hogy mi az a közös. Egyébként neked vannak ilyen ambícióid, nem feltétlenül politikaira gondolok, de mondjuk vezetőszerep, nincs. színházi igazgatás. Nincs. 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 De csak játszani akarsz? Most igen. Uh -huh. Tehát akkor most javítom a választ, most nincs ilyen ambícióm. Eddig sem volt ilyen ambícióm, lehet, hogy majd az élet úgy hozza. Nem mondhatod, soha nem mondom, hogy soha. De nem tudnám elképzelni magam. Tehát ahhoz én egy nyughatatlan ember vagyok. Szóval ahhoz én túl zsizsgek. Ezt tudod miért érdekes, mert közben azt olvastam de aztán lehet, hogy most megcáfolsz, hogy nem bírod a feszültséget. Miközben azért valamilyen hőfokon égnie kell a színésznek, hogy alkosson. Nem bírom a feszültséget. Szerintem senki nem bírja a feszültséget, mert az egy rossz dolog. De van, aki megtanultam keresi kezelni. Van, aki keresi. Persze. Az a legjobb. Tehát, hogy az, az, az valami egészen furcsa helyzet, amikor valaki úgy működik. De nyilván mi, én is működöm úgy, biztos a színpadon, csak nem veszem észre. Tehát, hogy valószínűleg velem kapcsolatban is fel tudnának hozni olyat, hogy én kerestem a feszültséget, holott én nem, ezt nem annak szántam. Akkor visszatérve nem bírod a feszültséget? Tehát... Nem. Azt, az, nem, az, másfajta feszültséggel is járna. Tehát az jogi feszültséggel járna, amit én nem... Azért mondom, hogy most nem vállalnék igazgatást, mert nem. Tehát, hogyha most lenne egy olyan gondolt a fejemben, mondjuk, hogy megérnék egy pályázatot, is beadnám egy színházra, hát nyilvánvaló az lenne az első, hogy előtte, mielőtt elkezdem írni a pályázatot, felmérném azt, hogy mi, hoza, mi az, amihez értenem kell ezáltal, mi az, amiben. Tehát büntető jogi felelősség, szóval hogy én nem, még nem vagyok erre készen, áll, vagy nem állok erre készen. Tehát ez alapos... tudat, tudat egy idő után győzni fog, nem? És készen állsz hmm, majd. Most még azt mondanám, hogy nem. De nem, tehát tényleg nem tudok semmit mondani a jövővel kapcsolatban, mert senki nem lát előre pedig én nagyon szeretnék. de Tervek vannak, de ennyi. Azért, ahogy hallgattalak, tényleg nem akarok nagyon magasztos kifejezéseket hall, használni, de mégis eszembe jutott a, a küldetés, tudat, Szóval, hogy te felelősség, tudattal állsz a világ felé, nem idézőjelesen csak játszani akarsz és magadat megmutatni, hanem én azt érzem, hogy te ennél többet szeretnél, te adni akarsz, te valamit képviselsz, neked vannak értékeid, jó nyomon járok? Remélem tényleg én csak ezt tudom mondani, hogy remélem. Az, hogy küldetés tudat biztos, hogy van. Mert... A... már csak az, hogy megmentjük a színházat, mint intézmény. Tehát én Na, ezt tanultam a mestereimtől, Zsóter Sándortól, Börcsökerikőtől, Nagy Norberttől, és Bakos Kis Gábortól, tehát őt is a mesteremnek tekintem valamilyen szempontból. Egy... Tehát olyan szempontból igen van küldetéstudatom, tudatom, hogy most elindítottam egy, van egy nagyobb szabadidős sávom. Egy-kettő hónap, amikor csak szinkron forgatások ilyenek, mert hogy zárva a színház és az én előadásaim nem mentek tovább. És akkor kitűztem magamnak célul például azt, hogy konditerem, meg <laughs> olvasás, természetjárás, utazás. A konditerembe. Két már lenéztem. két, két már voltam lent január 20-a óta, de <laughs> Szóval nem sikerült ezt betartani, hogy ilyen relaxációs tréning, meg önmegismerés, hanem elkezdtem egyik nagyszerű mesteremhez, Ságodi járni, és mondták én féle beszédtechnikai tudást próbálom belegyemeszölni a maradék helyre, ami még van ott az agyamnál. Mert hogy van még mit tanulnod? Igen, abszolút van még mit tanulnom, de terveim között szerepel, hogy minél hamarabb beszédtechnikai oktatást vállaljak a magyar színházművészetben, főleg a jó lenne, hogy utánpótlás képzés szempontjából. Hát mi más, ha nem ez a küldetés, tudat? Ennyivel hát... tartozom a Ságodinak, a Zsótérnak, Börcsöknek, valamint tényleg azt gondolom, hogy borzasztóan beszélnek az emberek. Tehát a közbeszéd állapota is rossz. Én azt gondolom, hogy ami a televízióból és egyéb ilyen kereskedelmi csatornák, meg, tehát ami ilyen pénzforgatósda, ott, ott borzasztóan beszélnek, rossz hangsúlyjal, beszédhibákkal, és azt, ezt érzékelem sajnos egy pár éve a, a színházi szakmában is, és szerintem ezen lehet segíteni. Tehát, tehát ez egy olyan dolog, hogy vannak színházak például, ahol most erre vesznek föl például támogatást, uh -huh. hogy eljöjjenek és taní tanítsanak új beszédtechnikai gyakorlatokat, vagy csak egyszerűen tréningezzék a társulatot. És szerintem erre muszáj időt, energiát fordítani, mert egyszer van ott aznap este az a néző. És akkor beszéljünk itt arról, hogy mi a színház feladata, de mielőtt ezt taglalnánk, mert azt hiszem, hogy a, az is a feladata, hogy a szép beszédre, a jó kommunikációra tanítson minket. Előtte azonban még egy, még egy kifejezést taglaljunk kicsit a színház megmentését, amelyet használtál, és amelyet ezek szerint Zsótér Sándor és Börcsökenikő is használt már néhány évvel ezelőtt. Ezek szerint nem a Covid zilálta szét a színházi életet, és teszi tönkre a kultúránkat. Azt nem tudom, hogy a kultúránkat tönkre teszi -e. A színház... Vagy a kultúra iránti igényünket csinálja. 3000 forintért letöltesz el. havi Netflix letöltést korlátlan hozzáférésben. Ott a kultúra. Tessék. De most ez, tehát ez anyagi része. Ö, sokkal látványosabb, ö, és ö, hátborzongatóbb, és ö, minőségileg, most így képminőség, hangminőség, tehát sokkal, tehát nem tudunk versenyezni a Netflix-el, ugyani. most ez nem tudom, hogy reklámnak minősül-e, vagy Amazon, vagy HBO, vagy az összes ilyen. Tök jó, hogy van. Tehát félrejtésnehez nem ellene vagyok. Csak, hogy kialakult egy versenyhelyzet. Ezt fel kell fogni. Harmadik szempont. Ö, nem kell otthonról eljönni. Tehát, hogy COVID bezárta az embereket, azért előbb-utóbb az ember elkezd mindent megszokni. Mindent megszok az ember. Ez meg egy olyan dolog, hogy ráadásul, ha itt a, tudunk csetelni, akkor miért találkozzunk? Miért menjek ki én a biztonsági zónámból? Miért a komfortzónámból, miért lépjek én ki? És akkor volt ez az elszínházi próbálkozás, de hát gyerekek digitálisan színház, meg mondtunk én is, magam is ilyen verseket kamerába rosszul világítva, szarhang minőségben. Bocsánat, ez káromkodás volt. Hát fú, valami hirtelen valami kapálózás indult el az interneten, de az internet az nem annak a lényege, hogy a kultúrát biztosítja, szerintem. Tehát nem arra jött létre. Vagy arra jött létre, de nem azzá fejlődött. Vagy nem, tehát nem azt a célt szolgálja, miért létrejött. De akkor visszaállt a régi rend? Pandémia után azért most van közönség, van taps. Van lelkesedés. Most azt érzem, hogy van kereslet a színházat. Tehát, hogy valahogy, valahogy most egy növekvő tendencia. Reméljük, hogy ez marad is. De ki kell, tehát kell egy új generációs váltás. Csomó, csomó gyerek nem jut el színházba, de van törekvés erre. Politikailag is. És szerintem kell, hogy ez egyénileg is fontos ügy legyen. Minden sokor... egyes színésznek például. Mert hm. nekünk, tehát, az, tehát mi, miattunk jönnek be a színházba. Már bocsánat. Nem a rendezés miatt, nem a darab miatt, most a zenéseket leszámítva, tehát a zenés műfajt leszámítva, hanem a színész miatt. Mert X-et, Y-t akarják látni, mint Macbeth. Vagy nem tudom. Tehát a, a színész miatt jön be, és nekünk is fontosnak kell lenni ennek az ügynek szerintem. De nem tudom, hogy mit lehet ezzel tenni. Mindenkinek egyéni dolga az, hogy ő mit fektet ebbe bele. Hogy a következő 25 évben legyen, aki majd nézi, amit csinál. Mert azért hát színház néző nélkül, hát köszönjük, az a Covid alatt elég volt. Na igen, de akkor beszéljünk arról, mert az néhány tényt felsorolhatnánk, meg olyan fölöslegesnek tűnik ez a kérdés, mire jó a színház, biztos mindenkinek van ötlete, de én kíváncsi vagyok a te véleményedre. Mit kapunk a színháztól? Mit kapnak a gyerekek? Mit kap a néző? Te mit akarsz adni? valahogy a jelen idejűséget. Nekem azért fontos a színház, mert ott abban a percben, abban a pillanatban, akkor, ahogy megcsinálom, az, aznap este olyan lesz. Nekem ez ad adrenalint. Egyedi és megismételhet. abban a pillanatban történik. Pillanatművészet. Nek tudnám apostrofálni, vagy annak is hívják. Amiatt. A nézőknek szerintem, hát húsvér ember, könyörgöm. Hát, hogyha húsvér embert nézhetek, amint nem tudom, szerelmes. Vagy gonosz. És nem Amilyen is én néz, is vagyok nem is, pont ezt a nézőtéren mondani, lent. Tehát, hogy hogy nem is csak nézhetem, hanem átélhetem, földolgozhatom akár a saját traumáimat és saját nehézséget. Igen, nehézség. csak tehát, hogy felismerni azt, hogy nekem is vannak ilyen dolgaim az életben, meg párhuzamot vonni a magam életében, meg azonosítani bizonyos problémákat, ez nehéz. Tehát ez kell egy fölismerés. És az, na az rajtunk múlik színészekem, hogy mennyire hiteles vagy mennyire nem hiteles az, amit csinálunk. Hát, és ez nem sikerül minden nap. Nem, nem. Egyébként a színész jár színházba? Te jársz? Szeretném. Igen, járok, minden színházi premiéren ott vagyok, és nagyon szeretek is szabadidőmben színházban ülni a maradék 30 napon is az évben. Nem, hát premierekre elmegyek a saját színházamba, de... Nem. De szeretnél? Különben? Nem tudom, most próbálok valami jó példát mondani. A, a pék szeretne elmenni egy cukrászdába? Másodállásra, vagy nem tudom. Tehát, hogy csak nézegetni a süteményeket? Nem. Nem, színáza fog. Nyilván vannak dolgok, amiket nagyon szeretnék látni, arra természetesen nem jutok el. De látod, mégsem olyan rossz ez a kérdés. Nem rossz, de alapvetően, hogy ha most arra kérdeznél rá, hogy a két hónap alatt ami szabad van, hány estét szántam volna, vagy szántam volna színház hát közelítene a válasz a nullához. Nem felt, tehát most, most, most másra van szükségem. Most az elmúlt két és fél évben dugig voltam színházzal, és nagyon hálás vagyok ezért a sorsnak. De egyébként társulati tagként van szabadságot, visszautasíthatsz, ö, nem válasz, el, hogy ami szem. a színházban van, hogy Természetesen. Van. Nem Aha. szeretném ezt eljátszani. Aha. Ő vagy Gábor, vagy akárki a rendező, aki például ő mond egy indokot, hogy mégis miért, akkor én mondok egy indokot. És ha meg tud győzni, akkor megcsinálom. Uh -huh. De kevésszer fordult elő ilyen. Á, sajnos kevésszer. Most már ezt is megtanultam például. Tehát nem mondani. Nagyon nehéz volt. Mert att attól féltem mindig egyetemistokoromban, hogy akkor elesek valami lehetőségtől. Hát semmi. Hát így hál' Istennek így csapkodják a ajtót, egymást váltják. Én nagyon féltem attól, vagy na, tehát nem, nem is adom meg a lehetőséget annak, hogy kikerüljek a körforgásba. Tehát én szerintem tudatos színész vagyok. Azt mondtad, amikor egyszer kijelentettem, hogy sikeres vagy. Én igazából a, a foglalkoztatott talán így kéne hívni. Vagy a foglalkoztatott, igen. Az, Most az már erre jó. rájöttem, de akkor ezek szerint te nem érzed a sikert, vagy sikeresnek érzed? Az szóval arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy hogy érzed? Mi a ez a siker? Volt, jársz, Tehát 27 hogy... évesen a helyeden vagy a -e? Helyemen -e vagyok. Magad? Ahova 29 vagyok, de, de, de abszolút a helyemen érzem magam. Tehát ahova én pozícionáltam magam, én valahol ott körül járok. Akkor te pozícionáltad magad. Igen, de közben meg rettenetesen, türelmetlen vagyok magammal. Tehát, hogy néha eszembe jutnak ilyenek, hogy szándékosan nem fog példát mondani, mert borzasztó nagyképűen hangzana. Mindenki el tudja képzelni, miről gondolok. És akkor így, na hát miért nincs? Mégiscsak maj, majdnem 30 vagyok, és még nem, mit tudom, rendeztem, vagy... És mindig az, hogy ember, hát nyugodjál már meg, hát ámzon. Ezt csinálod áldon, azt csinálod áldon, azt csinálod. Hát, De hát ez viszi előre, nem? Ez az inspiráció viszi előre az ember. Igen. Szóval a forgatások meg voltak, azok nyilván, tehát ezek lépcsőfokok. Az ember, mondom, tehát mindent megszokik az ember. Tehát hozzászoksz. És az első forgatás, az nyilván nagy flow. Az első sorozat, nagy flow. Az első szinkron, az első kőszínházi bemutató az egyetem után, az első társulati tagság, szóval, hogy az első főszerep, szóval hogy ezek mind nagy-nagy léptékű dolgok, de aztán ezek átmennek egy ilyen munka. Tehát már nagyon sok mókus kereket mókus örgetek kerek. én, és picit néha annak tűnik. És ilyenkor meg tudom becsülni ezeket a szüneteket, amik most vannak. Meg tudsz fogalmazni valamit, amiből most várod az elsőt? Tehát első sorozaton túl vagy, első nagyfilmen túl vagy, első évadon túl vagy... Az első gyerek, vagy nem tudom. Tehát, hogy az például hogy ez egy hatalmas fordulópont lesz, azt tudom. Arra már terenírozom magam lelkileg. Um, sok minden van még azért. Ha már pedzegetted az első igazgatáson, vagy Na. nem semmi. Rendezni viszont szeretnél, ugye? Rendezni azt már férjézze. azon már, hál' Istennek, most túl vagyok. Na, akkor az is megvan. Egy tantermi előadást ugyan, de borzasztóan boldog voltam, és nagyon, nagyon régóta vágytam már erre, de eddig nem mertem belevágni, most így kikerülhetetlen volt. Tantermi, vagyis diákoknak szól. Tantermi diákoknak, tehát összefügg azzal a, hát akkor mondjuk ki küldetés tudattal, hogy úristen, ez de nagy képmény Szóval, szóval van, mégis akkor van benne valami. Tehát nagyon jó esett, hogy az első dolog, amit csinálhattam, az nem kell egy ilyen színházi közönségnek, hanem egy szabadabb és korosztályban hozzám közelebb álló csoportnak csinálom. És hát ugye megjelenik a pedagógia, és megint csak eszem, eszünkbe juthat édesanyád, aki magyar nyelvtan tanító, tanár volt? Igen, magyar nyelv és irodalom, és négy diplomája hát, volt. valahogy még. a benned van tényleg, benned él. Valószínűleg tartom, hogy azért vastagon hoztam az ő gényeiből. Azért érdekel ez ennyire. És ha már felmerült megint édesanyád, akkor beszéljünk egy kicsit a gyerekkorról. Nyírkércs Települést említettem a felkonferálásban, amely egy közel 700 lelkes falu. Nagyszüleid élnek ott, vagy Budapesten születtél, és ott nőttél fel Nagyszüleim, éves korodig tehát is. A, a, a családi ág az alapvetően nyírkércsre származik, a détszüleim, paraszti emberek voltak, és akkor nekik lett nyolc gyermekük és az egyik nagyapám. És akkor így maradtunk nyírkércsen. de alapvetően paraszti családból származom én is. Édesanyám már középosztálybeli volt, tehát ő már értelmiségi. Te sod nincs. Van egy, hugom, Van egy hugom, és a nagymamám, és a keresztapám még, akik így a család magját alkotják. És akkor mesél nekünk erről a faluról. Nagyon szeretem. Ott nőttem fel. Gyakorlatilag, amin egy fiatal férfinek keresztül kell menni, sérülésektől elkezdve, szerelmen át, berúgásig, minden ehhez köt, és az ottani emberekhez. És az is bánt például, hogy onnan nagyon, nagyon messzire elszólított a kötelesség, de hát kell, kell menni, és kell találkozni. Vannak kapcsolatok, amelyeket ápolok, de nem, tehát nem akarok interneten keresztül szalonnát sütni, mert hát ez tényleg mégiscsak jobb személyesen. Milyen gyakran mész haza? Például most fogok menni csütörtökön, otthon leszek egészen hétfő estig. Általában ilyen három havonta azért megpróbálok. Három Csinálsz? havonta. Pihenésről szól? Nagymamámmal vagyok a legtöbbet. Otthoni dolgaimat rendezgetem, pihenek, meg olyan emberekkel találkozom, akikkel amúgy az év nagyobb részében nem sikerül. Gyerekkori barátaim, a család, tehát a rokonságom nagy része az még ott él, a felmenők, unokatesók, nagynénik, nagybácsik. És hát próbálom a gyerekkoromat néha így végigjárni. Szerintem arra szüksége van az embernek. Én... Szóval kell a feldolgozásban, ugye, az, hogy az ember visszatérjen néha? Belegondolsz, hogy mit miért, hogyan csináltál, elmosolyogsz, hogy milyen kis hülye voltál, aztán felidegesíted magad, aztán megbocsátasz magadnak, szóval, hogy csapkod. A leg, tehát érzelmileg az a hely, ami a legjobban megkavar értető okokból. Szóval, hogy ott ott én is más vagyok. De az az egy nyugtat, meg vigasztal, hogy amint visszajövök Budapestre, vagy megyek Győrbe, akkor rögtön megjegyzik, hogy otthon voltál. És akkor az, az olyan jó érzés, hogy jaj, de jó, akkor még van tájszólásom. De várjál, mi, mi látszik rajtad? Anyu hát galon, elkezdek így a ilyen, feszítse? nem, hát egy kicsit így elkezdek így érted, és akkor na, hát elustul a elustul a szájpadlás, és akkor nyelven is olyan renyhez lesz, és akkor nem, idejleg nem olyan a arigulál és akkor elkezdtek, és mondták rögtön, hogy otthon voltál. De ezt ugyanúgy megkaptam Salgó mert ott is a Nógrádi tájszólást is fölkaptam. Most rendezővel dolgoztam háromszor egymás után a Zakariá Elkezdtem székelyül beszélni, tehát hogy szerintem valami papír lakozik a beszédközpontomban. Vagy nem hát tudom. akkor nem véletlenül szinkronizál most, szinkronizálsz most nagyon sokszor, vagy szinkronizálsz általában, tehát hogy az a vonal is beindult. Igen, hál' Istennek. Szeretem is csinálni magamat visszahallgatni úgy őszintén nem szeretem, de mások meg igen. És ez, nekem ez boldogságot okoz, szóval hozzá tartozik a munkámhoz. Meg sok színházi alkotó, akik ilyen radikálisan gondolkodnak arról, hogy a színházi színész, mint ember, tehát hogy a ne menjen forgatni, ne menjen reklámban, ne legyen reklámhang, meg nem tudom, vannak ilyen példák azért sűrűen. Én a szinkron például abszolút egy ilyen dolog, hogy azt mondják, hogy akkor az ember elkezd szépen beszélni, meg olyan mahinált, és akkor olyan mesterkélt. Uh -huh. Én ezzel pont ellentétesen gondolom. Nekem egy remek beszédtechnikai gyakorlat nap mint nap. Vannak karakterek, amelyek rendszeresen visszatérnek, akiket szinkronizálnod kell? Másodjára kaptam meg a Robert pattinson -t. Én csináltam a Tenetet, meg a batman és akkor remélhetőleg meg, megtartanak már ennek, mert az a fiú az nagyon jó színész, és sok remek filmje lesz még, és akkor nekem is sok remek munkám lesz még, és akkor mindenki boldog lesz. Egyébként Pattinson a szinkron munkaminősége az, az múlik azon, hogy milyen a színész? Persze. Természetesen. Már én itt arra vagyok kíváncsi, hogy te mennyire élvezed magát a munkát, vagy mennyire vállalod el, nem vállalod? Én nem vagyok válogatós, tehát hogy alapvetően szerintem tehát ruganyos marad az ember nek a lelke, a játék kedve, a kíváncsisága. Én ugyanúgy most egy spanyol szappanoperát csinálok jelenleg a száz, nem tudom, hanyadik résznél, Juanita, Carlos Evez, Estevez, meg nem, tehát a vadangyal országa vagyunk, tehát mi nálunk Natalia Oreiro tehát mindenki tudja, hogy mire gondolok. Egy ilyen, ilyen hasonló dolgot csinálok, és elmegyek, mert valamilyen szinten kell, hogy tehát másfajta hangot igényel, meg másfajta játékstílust, másfajta... Tehát másként kell csinálni, és ez jó, hogy nem kell mindig ugyanolyannak lenni. Én ezért szeretem a szakmámat, nincs kettő ugyanolyan változatos, és ettől izgalmas. Engem ez hoz lázba. Visszatérve még egy kérdés erejéig a nyírkércsi időszakhoz. Mondjuk, ha négy napot ott töltesz, akkor akkor azért kipihenten jössz haza, vagy jössz vissza, bocsánat, jössz vissza a városba, vagy mész győrbe, vagy másként jössz a dialektus leszámítva? Tisztább fejjel, de nehezebb szívvel. Mert nehezen hagyod ott? Természetesen. De közben meg vannak bizonyos időszakok, amikor meg már nagyon jönnék el. Ez hangulatfüggő, tehát éppen attól függ, hogy milyen a állapotom. És akkor most tulajdonképpen Budapest és Győr között ingázol főszabály szerint, és néha még Szabolcs szatmár bereg megyébe is hazamész, ugye? Jó, igen. igen, 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 ezeket próbálom beosztani, úgyhogy nem szakadjak meg. Ne szakadjak meg, igen, pedig nehéz, de sikerül. Mi van a focival? Az sajnos az elmúlt. Tehát az, az arról le kellett, hogy mondjak. Ez... Akkor nem múlt el a szerelem? Vagy a szerelem csak... nem múlt el. Most tervezek újra edzésbe állni, mert az az egyetlen mozgásforma, amit bármikor, bárhol, bárkivel. De azt sajnos nagyon félek komolyabb szinten űzni, mert ezzel nem lehet az emberekkel megértetni, hogy figyelj, tehát ne így gyere ide, mert én holnap színpadra mondom ezt úgy, hogy színész kollégának mondtam ezt, hogy figyelj, te, 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 te felfogod, hogy mi holnap játszanunk kell együtt? Igen, ő felfogta. De nem mondom, tehát nem. És emiatt én félek. Tehát eltörik, elszakad, Fú, nem. Akkor otthon kéne ülnöm hónapokig is bele beleőrülnék. Hát akkor tényleg nagyon tudatos vagy, szóval, hogy az, az ember egész azt gondolná, hogy ha hangomból... focizol, akkor, akkor viszont átadod magad a, a focinak. Hát persze, hogy átadom magam, hát ezért nem lépek pályára. Igen. Hát de tudom, hogy abban a pillanatban az én habitusom az sokkal erősebb lenne, mint a... Tehát az emóció legyőzné abban a pillanatban a rációt. Tehát ott, ott, de nem, hát a testemből élek, abból, hogy fel tudok kelni minden nap, és pontosan kipihenten, ápoltan, felkészülten, bebeszélve, szóval tényleg szerintem kell. Tehát kell, hogy ez ilyen legyen. Másképp én nem tudnám csinálni. Tehát, hogyha nem vagyok ott száz százalékig. kipróbáltál egyébként több sportot? Azt mondtad, hogy a foci az egyetlen, amit bárkivel bármikor igazából futásra akartak rávenni az alkatomból kifolyólag, hát a futballban is az a legkevésbé kedvelt rész számomra a futás. Ke inkább rúgni szeret. Rúgni szeretek, meg én ilyen labda, labda zsonglőrke vagyok, szóval így viszonylag jól, jól, bántam a labdával annak idején, de hát nem ahhoz, hogy én bármiféle komolyabb eredményt elérjek, akár itt országos szinten, tehát egy MB3, MB2, ahhoz meg kevés voltam, szóval hogy azt, azt, azt abban a pillanatban tudtam, 16 évesen csak addig azért volt az a cél, mert nem láttam más utat. És akkor jött a Gábor, és így megfogta a kis államat, és így elfordította a fejemet, hogy nézd a magyar színházi élet, és akkor nézd meg, hogy milyen. Ez olyan érdekes, mert közben meg gyerekkorodóta a felléptél szavaró versenyeken. Igen, Talán de az azért versenyek. kellett, mert Kozma Erzsébet tanárnőnek a gyereke voltam. Tehát ez nekem egy kötelességérzés volt. Így? Nem, akkor még nem. Azt tudtam, hogy sok dolgot el tudok érni vele, hogyha ezeket megcsinálom. Tehát, hogy a tanároknál egy olyan kitüntetett figyelmet kapok, tehát arra volt rafinériám, mert akkor nem tudom, lehetett akkor így kicsit így nem tudom szebben fogalmazni, de tudom. Tehát így sündörögni, hogy jó, hát én voltam versmondó verseny, de nem csináltam meg azt. Szóval, hogy tehát azért ez az egy-egy, nem? Tehát és akkor én ezeket így szerettem. Meg... Mert hogy gondolom, kisújból kiráztad a vers megtanulását, meg elmondását. Igen, meg anya erre nagyon sok időt és energiát fordítottam, amiért öröki hálás leszek neki. Szóval, tört, hogy nem úgy tanultunk verset, ahogy mondjuk egy általános iskolába megszoktuk, hogy búzs, düle, déke, iden, húsz, na, tehát, hogy nem, meg a jó estét kíván, nem, tehát az jó estét kívánok, tehát nem, mit kell nyújtani meg, nem tudom, -e, tehát a verseket se úgy tanultuk, hogy alapján, ritmus alapján, hanem értelmezni, fogalmazni, és szerintem tehát itt, itt jön a mi szakmánknak a legfontosabb része, tehát, hogy a tartalom. Tehát, hogy milyen tartalommal megyek fel. Ezért mondom, hogy én oda mehetek kialvatlanul valahová, vagy másnaposan, vagy nem tudom. Nem fogok tudni olyan konkrétan fogalmazni, hogyha bármi bezavar. Szóval, hogy tényleg ez is zsótér, tehát minden tőle. a konkrétum. Az, hogy én szeretnék valamit átadni neked, hogy te azt abban a pillanatban megérts. Itt, te ennyi a színház. Pont. Szerintem. És elmegy sokszor az, hogy a formaisággal foglalkozunk, ami szerintem psz, na mindegy. Anyukád szerinted tudta, hogy tehetséges vagy? Volt erre célzása? Biztos tudta, meg vannak ilyen legendáriumok a keresztanyáméktől, hogy ő mindig mondta, hogy jaj, ha. milyen jó színész lenne ebből a fiúból, de nekem soha nem mondta, meg szerintem ő elfogult volt azért velem, szóval első gyerek. Biztos, hogy elfogult volt. És akkor még egy Kérdés elejéig ezt a pedagógiát, mert ebben most jó belekapaszkodni, hogy a tér Sándori évek alatt megtanultad, hogy mi a színház funkciója, és valahogy azt érzem, többször is mondtál erre példát, hogy át akarsz adni. Tehát, hogy a gyerekek egyre fontosabbak a te életedben. Nem még a saját gyerek, hanem a, hát a, a tanulók, a diákok. igen. Hát, hát amit feljebb már elrontottak, el... vagy mi generációnk is el fog rontani. Tehát visszakapcsolva még sok-sok perccel ezelőttre, hogy, hogy, beszélgettünk a forgatáson olyan emberek, akik nem jöttünk össze, és azt mondtam, hogy mi nem, nem gondolom, hogy marni fogjuk egymást, mint a felmenőink. Tök mindegy milyen okból. Lehet, hogy nem így lesz. Tehát lehet, hogy mi is elkövetjük ugyanazt a hibát, hiszen az emberiség ugyanabba a pocsolyába lép évezredek óta. Tehát most mit, mitől lennénk mi különbek? Én így, így látom ezt a helyzetet. A törekvés remélhetőleg megvan rá. Én bennem is megvan a törekvés, de, de tényleg attól, hogy ismerem a problémát, attól még nem biztos, hogy tudok tenni ellene. De hát ha a tudatosság. Én csak ebben hiszek. Szóval, a tudatosság alapján most itt beszélünk olyanokról, hogy nem tudom, tehát hogy igényesen megyek oda valahová, megtalálom a szöveget, sportos alkat vagyok, nem tudom. Ezt szerintem a döntéseinket is. Tehát én mérleg vagyok, azt mondták, hogy ez ezért van, én nem hiszek ebbe az asztrológiában, meg tehát ebbe viszont győz a racionalizmus. Nincs olyan, hogy valaki megvan ott a csillagokban mondva, hogy ő milyen ember. De a mérleg állítólag az nagyon sokat vacilál a döntések előtt, és én tudom, hogy rettenetesen. Tehát én bele tudok betegedni egy döntés előtt. Tehát, amikor egy igazán nagy döntést meg kell hozni, akkor bele tudok betegedni ebbe. De fölmérem, minden oldalról megvizsgálom azt. Hiszen ez a tudatosságnak az egyik alap ö, gondolata szerintem, hogy minden döntésem előtt az összes lehetőséget megvizsgálom, és utána döntök. Hiszen utána, akkor a döntés után már nem érhet meglepetés. Tehát tudom, hogy mi a következménye annak, amit csináltam. Ezért így kéne élni az embernek. Én ezt gondolom. Mert akkor sok érzelmi, meg egyéb csalódás nem, nem következne be. Döntések én is bele után. tudok betegedni a mérleg döntéseiben, mert nekem a férjem mérleg, úgyhogy én ezt pontosan érzem és látom. De ugyanakkor benne is, és benned is ott van az a, nem is tudok most más szót, már agyon csépeltük, de azért tényleg érdemes megint aláhúzni a tudatosság. Tehát az, és a következetesség, igen, ez, ez, ez a szó is Igen, bennem, a következetes. Hogy miután mindent megvizsgáltál, tudod magad tartani a döntéseidhez. Utána Amire már, nem már tehát a döntés után már nincs kérdés felém, hogy jól döntöttem-e. Eldöntöttem. Az emberek nem szeretnek dönteni. Ezt érzékelem. Párkapcsolati szinten, vagy nem tudom, tehát kollega szinten, vagy csak kimegyek az utcára ezen a szinten. Tehát nem szeretnek dönteni, mert azt érzik, hogy olyan felelőssége van. De hát mind, tehát minden döntés felelősséggel jár. Egy, kettő, meg ami után eldöntöttem, hogy mit választottam, utána már ne legyen ilyen álszent, ilyen hipokrita önostorozás. Tehát, hogy tehát én már úgy vagyok, eldöntöttem, megyek történik, ami történik, borul, ami borul, én megyek. Én eldöntöttem. És utána majd, amikor már minden romokban áll, nyilván eddig nem fogok elmenni, mert azért szinte minden emberben van egy kis józanság, aki ennyit lamentál, az tudja, hogy ha már tényleg még meg lehet állítani, akkor megállítja, de akkor már eldöntöm, hogy ez így van. Én nagyon örülök, meg szerintem a hallgatók, nézők is nagyon örülnek, hogy úgy döntöttél, hogy eljössz hozzánk, és elfogadod ezt a meghívást. És mielőtt lezárnám a beszélgetést, azért térjünk rá talán az egyik legnagyobb döntésre az életedben, hogy mikor válsz apává. Ne nyízd ne, ekkorára a személyedet, azért annyira durvát nem akarok kérdezni a végén, de érdekel, hogy azért mozgolódik már benned ez a téma. Mit gondolsz? Hogy tervezed? Igen, most mozgolód, jelen pillanatban mozgolódik bennem ez a téma, hogy családalapítás. Szerintem minden férfében mozgolódik egyébként egy picit, meg van nőkben is vagy hogy tehát mindenkibe felmerül a gondolat, inkább így helyesbitek, ha találok olyan embert, olyan nőt, aki szintén arra megy tudatosan, amerre én, és hajlandóak vagyunk mind a ketten saját magunkat háttérbe helyezni a közös dologért, és biztosítani tudom azt az időt, amit egy családalapításhoz kell, tehát hogy vissza tudok venni a munkából, mert ez egy egó kérdés szerintem, akkor azt fogom mondani, hogy igen. Ezek szerint párkeresésben vagy. El tudod képzelni, hogy... Már nem de... Hát nem, de... De... akkor, akkor hát nem baj, azért így teszem fel a kérdést, el tudod képzelni, hogy szakmabelivel kötöd össze az életed? Most még azt mondom, hogy nem. Akkor már is tudjuk, hogy nem szakmabeli a párod. Ennyit sikerült megtudnunk. Hát én sok sikert kívánok ahhoz, hogy és akkor megint ugye a sikerszót használom, nem véletlenül, hogy legyél ott tíz év múlva, ahogy most, vagy ahogyan most elképzeled, tervezed, ahogyan sikerült ott lenni 29 évesen, ahogyan azt megtervezted mondjuk tíz évvel ezelőtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és velünk voltál. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ebben a podcastban Hajdu Tiborral beszélgettem, aki színművész a Győri Nemzeti Színház tagja. Köszönöm figyelmüket, és hogy velünk tartottak adásainkat megtalálhatják a Spotify-on és a YouTube csatornán is. Tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Bóna Judit. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.